Thomas Linton rossz helyen volt jó időben. A polgárjogi mozgalom idején borbéként, emellett pedig pásztorként dolgozott. De mikor a városban erősödni kezdtek a faji ellentétek, Thomas úgy érezte, tennie kell valamit, mielőtt a város porig ég. Thomas Linton borbély üzlete meghatározó jelenség a Rogers sugárúton. Szeretek emberekkel beszélgetni. A 76 éves Thomas nem csupán borbély, hanem egy gyülekezet pásztora is, amit 20 évvel ezelőtt alapított. Szolgálatát soha nem szűkítette le a gyülekezet falain belőlre. Nagyon sokszor vezettem Krisztushoz embereket az üzletemben. Én csak hallgatom, ahogy beszélnek az emberek, ahogy egymással társalognak. Sokszor csak figyelek és hallgatok, és megnyitják a szívüket. Ahhoz, hogy Jézus Krisztust megmutassam nekik, ajtót próbálok nyitni a számukra. Ez az üzlethelyiség egy élő múzeum. Ahogy végignézünk a falon, látjuk, hogy Tuscaloosa egészen más város volt. Voltak bizonyos helyek, ahova nem mehettünk, és bizonyos dolgok, amiket nem mondhattunk. És ez nem csak itt volt így, hanem mindenhol. Bár én fehér gyerekek között nőttem fel, együtt játszottunk, de a belvárosban minden szegregált volt. A WC-k a feketéknek mindig az alaksorban voltak. Külön csapatok voltak a feketéknek, felcímkézve, hogy színeseknek. Minden úgy volt, ahogy a fehérek mondták. Ők mondták meg, mikor mit csinálhattál. Például nem ehettünk ott, ahol ők. Külön mellékhelyiségek voltak a színeseknek, már ha voltak. Aztán, ha nem volt mit csinálniuk, akkor minket egrecíroztattak. A rasszista feszültségek a tetőpontra hágtak a polgári jogokért mozgalom ideje alatt az 50-es és 60-as években. A Thomas üzlet előtt történt súlyos összecsapás főhír volt az újságokban. 1961. június 9-én ennek a gyülekezetnek a padjait afroamerikai demonstrálókkal töltötték meg, akik egy békés tüntetést akartak szervezni. A rendőrség könnygázzal és gumibotokkal verte szét őket. Ilyen időkben élt Thomas Linton pásztor. Nagyon sokszor védőőrizetet szerveztem a házam köré éjszakánként. Nagyon rémisztő és veszélyes volt, ahogy a fehérek randalíroztak. Féltünk, de annyira nem, hogy ez megállított volna bennünket abban, amit meg kellett tennünk. A változás lassan jött, de Thomas elhatározása, hogy tegyen ezért valamit, nem ingott meg. A környéken nagyon sok kis bolt volt, de egyben sem volt fekete pénztáros. Nekem az volt a dolgom, amikor az egészet elkezdtük, hogy megpróbáljak beszélni a tulajdonosokkal, hogy vegyenek fel fekete pénztárost is, mivel vásárlóik nagy része fekete. Visszautasítottak, ezért bojkottáltuk őket. A bojkottálás végül a polgári forradalom győzelméhez vezetett, és Thomas segített nagyon sok afroamerikainak állást találni Alabamában. Azzal bíztak meg, hogy embereket keressek, és akit én küldtem, azt alkalmazták is. Még az állami munkaügyi hivatalba is az én ajánlásom kellett. A 60-as években az egész országban megmozdulások voltak. A helyi hatóságok letartóztatták Thomast, hogy elejét vegyék a lázadásoknak. A rendőrség éjjel 12-kor jött értem a házamhoz, és bevittek. Én pedig elmondtam nekik, hogyan előzhetik meg igazán a bajt. Tartsák távol a fiatalokat a zavargásoktól, a gyújtogatásoktól, a randalírozásoktól. Kérdezték, hogyan? Mondtam, hogy adjanak nekik munkát. Azt mondták, ezek nem akarnak dolgozni. Mondtam, próbáljuk meg. Nem hitték el, hogy összetudom őket szedni, de hétfő reggelre 100 embert szereztem, aztán kedre is. Szerdára annyian voltak, hogy a sor az utcán állt. Stratégiája nagyon sok embernek nyitott ajtót, és több száz afroamerikai diáknak szerzett munkát az egész országban. Az emberek a mai napig hálásak Thomasnak azért, hogy munkát találhattak. Elmesélte egy nemrégen történt esetet. Valaki a napokban mondta nekem, hogy nagyon hálás, hogy akkor munkát szereztem neki. 35 év után most fog nyugdíjba menni. Azt mondtam neki, mivel én adtam neki munkát, nem mehet nyugdíjba, csak ha én mondom, hogy elmehet. De ahhoz ki kell, hogy rúgják. Hátralévő életét is Tuscaloosában fogja leélni. Felesége itt van eltemetve egy szegregált temetőben, ami a múlt előítéleteire emlékeztet. De Thomas újra házasodott, és békét talált a jelenben. Nem élhetünk itt úgy, hogy állandóan a múltra emlékezünk, vagy állandóan emlegetjük a fehéreknek, hogy mit csináltak velünk.
Meg kell bocsátanunk, nem hordozhatunk haragot magunkban. Meg kell emlékezni, mit tett értünk Jézus. Minden bűnömet megbocsátotta. Én elfogadom Jézust, érte élek. És ő azt mondta, hogy akit ő megszabadít, az valósággal szabad. Szabad a haragtól, aggodalomtól. Sokszor elfog a kísértés, de tudom, hogy mi a küldetésem és a munkám, és hogy nem engedhetem meg, hogy a harag az utamba álljon. És nem tervezem, hogy nyugdíjba megyek. Csak arra törekszem, hogy amíg az Úr egészséget és erőt ad, megtegyem azt, amire ő elhívott.